Szevasztok, Said vagyok, tudom, hogy nézel. Kérdés, hogy látsz-e? Itt vagyunk élőben, egyenesben, 8 perc után, vagy mint a 8 óra után pár perccel. Itt vagyunk egy hatalmas világvárosban, Nyír Császári, még mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagyunk. Ez a második napja az Irány Cardiff ügynek. Aki nem tudná, hogy mi ez, elindulunk szépen az országban és Európán átívelő utunk során. Mindenféle kalandokban veszünk részt, amikről ti döntötök, és eljutunk egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig. Ez a második napunk, most már ténylegesen történt olyan dolog, ami említésre méltó. Megnéztem életem legelső Megye 3-os meccsét. Nyír Császári és a Kisléta SC között zajlott. Lett egy elég hosszú meccs, 90 perc volt ez is, mint mindig, ahogy lenni szokott. Mennyi lett az eredmény? 9-3? Hát eszméletlen mennyiségű gól volt, azért is nagyon durva, mert a Kisléta SC, ha jól tudom, 9 fővel állt a pályára, úgyhogy egy fair play díjat én azonnal meg is ítélek nekik, és 3 becsület gólt sikerült lőniük. Elég komoly mérkőzés volt, megtudtunk egy-két dolgot, egy-két dologról beszélgettünk helyiekkel, beszélgettünk játékvezetővel, játékosokkal, megtudtuk, hogy hogyan kell rendesen szocizni hivatalosan, a tutyellát most már jól tudjuk használni. Szóval itt vagyunk Nyír Császáriban, tegnap Ibrányból indult ez az egész projekt, akkor a világ második legnagyobb focipályán voltunk. Itt most már kapus van, lehet, hogy látjátok mögöttem, a háló már nincsen, azt már leszették, lassan megy le a nap, mindig 8-kor fogunk bejelentkezni, és kiderült az is, hogy mire szavaztatok. Tegnap már elindult egy szavazás, mindig úgy fogunk 8-kor bejelentkezni, hogy előtte 22 órán keresztül tudtok szavazni, este 6-kor lezárul a szavazás. Tegnap megszavaztátok, a like gomb kapta a legtöbb szavazatot, ezek alapján pedig holnap elmegyünk Debrecenbe, Civis városba, és a Loki edzését, tehát itt kicsit itt följebb megyünk szinteken, a Bajnokok Ligája döntőjéig egészen, ami azért elég magas. Holnap Civis város, Loki stadion, és megnézzük, hogy milyen a Loki edzése, és lehet, hogy részt is veszünk benne, Olivier is lehet, hogy részt fog venni benne, és nem csak a kamerát fogja mozgatni fel alá, hanem a kis lábait is. Ma már reggel futottunk egy kicsit, hogy valami kondíciónk azért legyen. Holnapi edzésre lesz egy társam is, azt nemrég tudtam meg, ő egy kicsit tapasztaltabb az élő bejelentkezéseket illetően. I have no idea Hungary a neve az úriembernek. Úriember? Úriember, jó, hát biztos úriember, holnap kiderül, hogy tényleg úriembere. Holnap vele végig csináljuk az edzést, igen, igen, és Oli is lehet, hogy becsatlakozik, és robog tovább a kis lakóautónk, azt is be fogjuk mutatni, kérdeztétek. Egyébként kommenteljetek meg, kérdezzetek nyugodtan itt az élőadás alatt, kérdeztétek, természetesen be fogjuk mutatni a kis robogó otthonunkat, amiben kicsit szűkösen vagyunk, de csodálatosan fantasztikus, és lehet játszani is bőven, elég jó kis játékokat játszunk, természetesen a fotballról szól mindig minden ezen az úton. Egy kicsit most már megokosodtam azért az üggyel kapcsolatosan, rúgtunk is egy kis bört, és mi lesz még holnap, akkor megvan a Loki dolog, és most tudtok megint szavazni. Oli itt van ugye valahol, hogy mire tudtak szavazni? Hogy adjam át. Köszönöm szépen. Holnap kiderül, 6-kor, hogy mi kapja a legtöbb szavazatot, holnap Szalai Istivel lakáskoncert lesz. Ó, tehát, hogy 2 nap múlva hol legyen lakáskoncert, erre fogtok tudni szavazni. A like gombbal Egerben, úgyhogy egriek készüljenek, ha szeretnének egy lakás... Légy szíves! Kutya, figyelj, kutyára jel! Egerben lesz egy lakáskoncert, hogyha a like gombot nyomjátok a legtöbben. Szolnokon lesz ez a lakáskoncert, hogyha a szívecskét nyomjátok meg az emotikonok közül. És Békés Csabán, hogyha a meglepődött hűha arcos smiley-t fogjátok nyomni a legtöbben, ezt holnap 6-ig tehetitek meg, és akkor lezárjuk ezt a szavazást, és azért is érdemes szavazni, mert lehet nyerni mindenféle dolgokat, sapkát, pólót, ilyesmi, és utunk során itt az első állomás alá fogjuk írni ezt a labdát, ezt megmutatom, ez a Bajnokok Ligájának a hivatalos döntőhöz kapcsolódó labdája. Ezt aláíratjuk az utunk során mindenféle formával, sztárokkal, ismert és kevésbé ismert arcokkal, akik részt vesznek a műsorban. És aztán kisorsoljuk ezt, és nem kisorsoljuk, bocsánat, azt elrontottam, elárverezzük,
és a befolyt összeget természetesen jótékony célra fogjuk fordítani. Megyünk, robunk tovább, holnap Debrecen van, utána meg meglátjuk, hogy mire szavaztok, nyugodtan kérdezzetek mindenfélét, van esetleg valami, Oli, hogyha segítenél, komment, persze, kérdés, érkezett már elég sok, úgyhogy hát próbáltam kicsit válogatni belőle. Talán a legelső között volt az, hogy hát be fogjuk-e majd mutatni a csapatot, hát gondolom itt a mai derbiről van szó. Lesz vagy a mi majd csapatunkat? Pár szó. Vagy a mi csapatunkat. Bemutatjuk a mi csapatunkat is, az biztos. Beszélgettünk játékosokkal a mai nap során. A mi saját kis csapatunk, ami 6 főből állott, lehet, hogy egy-két ember egy-két pillanatra meg fog jelenni, de az még legyen a jövő dolga. Van még esetleg másik? Hogyne, hát most elég randomnak kéne lenned. Egy gyors rémet kéne csapatni, most nem. A csapatról. Nem, az soha. Mindig én azért jöttem el ide, hogy a fociról legyen szó, és én most itt Süveg Márk vagyok valójában, és nem szeretnék rímelni, kivéve a lakáskoncertet, meg később is még lehet, hogy lesz valami, sőt, az egész útról lehet, hogy készül valami szám, valami szöveg, de én most elsősorban nem azért vagyok itt, hanem hogy a fociról megtudjak dolgokat, úgyhogy most ne haragudjatok, de az most nem lesz. Kérdezik még, hogy tényleg a kocsiban alszunk? Így van, még később, még a szavazások során lehet, hogy kiderül, hogy valami más opció is lesz, de a kocsiban alszunk bent, igen, így van. Hát valószínűleg itt a kutyaugatásra reflektálva kérdezték még, hogy a kutya is velünk fog nyomulni? Igen, a kis labdát beveszi a szájába, mint abban a filmben, és akkor nyomul velünk végig, aki akar csatlakozik. Holnap, de egyébként Debrecenben vagyunk, még az is lehet, hogyha valaki nézi ezt az egészet, akkor el tud kapni minket a városban, ha megtalál minket. Mi lényegében szerintem egész napot leszünk. Igaz? Debiben vagyunk egész nap lényegében, ugye? Annyit kérdeznek még, hogy kiszavazó show lesz-e? Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez egy e-féle dolog. Egyedül vagyok, ha engem kiszavaztok, akkor utána vége az egésznek, vagy valaki mást kell keríteni, remélem nem szavaztok ki, viszont szavazzatok. Hogy mi legyen, még egyszer elmondom, hogy nehogy elfelejtsétek, de kint lesz mindig a Pepsi Magyarország oldalán. Egerben lesz a lakáskoncert 2 nap múlva, hogyha a like gombot nyomjátok. Szolnokon lesz, hogyha a szívecskét nyomogatjátok meg. És Békés Csabán, hogyha a meglepődött smiley-t. Úgyhogy lehet izzítani. Az, hogy kinél lesz a lakáskoncert adott városban, az még mindig kérdéses. Amikor megszavazzátok, akkor gyorsan elkezdjük csinálni ezt az egészet, hogy összeálljon egy lakáskoncert. Velem, Essai D-vel kezdett, szia, hello, szia, Argentína, meg a dolgok, amik szoktak jönni az egészhez, igaz, Lukikám? A lényeg, 6-ig tudtok szavazni, és holnap ugyanígy, mint most, 8-kor naplementében bejelentkezünk. Nyírcsászáriból, Essai D voltam, Irány Kárlik, szavaztam.